lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Nagyszerű, hogy találkozunk. Örülök neki. Hát ezt a szót is használhatnánk. Nincs zakóma, ilyen kis nagyon lazán, sportosan, ilyen kis cipzáros ink, ha jól látom. Hát mi történt vele? Igen, de két hete is emlékeztek, hogy egy kis kötött pulcsiba voltam. Egy picit hogy most váltottam. Picit most váltottam. Egyébként szeretném mondani mi az nektek, új irány? Most már a 80-as évek? Kérlek szépen, ha hiszitek, ha nem, kedves barátaim. Előre a múltba? Igen. Kedves barátaimtól kapok holland és angol másodosztályi ruhákat, és ilyen módon tudok öltözködni időnként. Tehát, de durva, nekem első osztályúnak tűntek, Gábor. És van két soros gombolású zakóm is, de hát azt inkább esténként előadásokhoz veszem föl. De szívesen fölveszem majd nektek is. És hány gomb van egymás alatt? Az akkor arra emlékszel? Azt hiszem, kettő vagy három, nem tudom. Jó, az már nem rossz, az már nem annyira rossz. A kettő-három az már egészen jó. Mi újság van, jól vagy? Olyan kis, nem tudom, üdének tűnsz ma reggel megint. Frissen van, borotválva gyerekek. Frissen vagy, borotválva. Kialudt fiút látok. Igen, hát most ugye őszi szünet van, és a srácokat elvittem Salgótarjánba, ott van egy kis fürkésztáboruk, én pedig otthon kicsit edzegetek, irogatok, gondolkodom, készülök az előadásokra, és ez felüdít. Na, ma mi volt? Melhátvál? Vagy karnyak? Hát ma még nem volt. Ma még nem volt. Hát inkább az alsó tájék lesz, igen. Tehát comb, vádli, has. Ez mi otthon gépezel, vagy vásároltál valamit a teljesokból? Otthon van egy pici kis pincénk, és ott van berendezve egy kis rögtönzött konditerem. Persze, van ott elég komoly dolog. Hát én 4-5 évig azért ezt csináltam, csak aztán ugye jöttek az egyetemi évek, és beültünk az iskolapadba. Ez más. Meg rettenetesen elvette a kedved, hogy rajtad maradt a fekvenyomorúd, és hárman kellettek, hogy leszedjék. És csak másfél évünk múlva jöttek le egy lomtanításkor a pincébe. Pedig még nem is volt rajta se tárcsásúly. Jaj, Gábor, kedvedlek ezért. Hát te is egy analóg srác vagy ebben a digitális világban, de mi ezért szeretünk téged. Mi az a Turmix ott előtted? Kérlek szépen, egy fantasztikus dolgot szeretnék nektek elmondani. Ferinek is ízlik, itt most éppen isszam. Ez egy egészen szinte fekete színű folyadék, ugye ez kék szőlő lé, és tudjátok-e, hogy lehet a kék szőlő, vagy hát ugye a szőlőlevet tartósítani, tartósítószer nélkül? Nem. Tormával. Tehát 100 liter szőlőléhez 1 kg torma levét kell hozzáadni, és teljesen lefolytja. Ez azt jelenti, hogy nem fog megerjedni, nem lesz belőle vörösbor, és iható a nap folyamán, tehát nyilván nem okoz semmilyen problémát, részegséget, egyebeket, és vörösbor hatása van, nem is akármilyen. Hát izgultam, hogy Feri meg fogja kóstolni, mit fog mondani, ugye enyhén ilyen kénes, tormás íze van. Az egyik legjobb immunerősítő, egy elképesztő anyag. Barátaim készítik. Mivel szőlőből van, ugye ezért aztán az én szívemhez közel áll, de tényleg nagyon finom. Tényleg nagyon. Én már olyan erős. Nem telehozta, csak idáig volt. Ja, azért, mert hogy a fele hiányzik, azt hittem rám. De nagyon finom. Igen, hoztam belőle mintát, úgyhogy majd ha visszajöttek ti is. Isztok. Igen, beszélünk erről, csak azért vágtam közben, hogy ne siessünk ennyire előre, mert hogy a mai téma az ugye két részből áll. Egyrészt elég sokat lehetett olvasni mindenféle szennyezett pudingokról, és szerintem rengeteg szülő adja a gyerek kezébe ezeket a pudingokat, ahelyett, hogy otthon főzne, egyszerűbb, lehet, hogy gyorsabban van kész, hogy kiveszed a hűtőből és készen tálalod a gyereknek. Erről a szennyezésről beszéljünk, és önmagában a pudingokról, hogy ez mennyire jó a gyereknek, mi van benne, keményítő, mivel sűrűsítik. De mivel ez nem egy egész téma, így arra kértünk, hogy majd félután beszélj nekünk egy kicsit az immunrendszer fokozásáról, vagy erősítéséről, mert hogy ugye itt a hideg, jön a tél, jön az influenza, milyen olyan természetes dolgok vannak, nyilván most a banális C-vitaminon kívül, amit minden szülő tud, hogy belenyomja a teába, vagy a csipkebogyó. Tehát mi olyan praktikák vannak még, amivel egy gyereknek, vagy egy felnőttnek az immunrendszerét egy kicsit lehet erősíteni, megveszi otthon a szülő, ledarálja, leturmixolja, gyorsan kész van, egyszerű, és rengeteg vitamin van benne. Nyilván itt elsősorban olyan dolgokra gondoltunk, ami nem ugrik be elsőként mondjuk egy szülőnek, hogy hát ez se drága, van benne egy csomó vitamin, és a gyerek is mondjuk esetleg megissza, vagy megeszi. De kezdjük a pudingokkal, jó? Erről nyilván te is hallottál, hogy szennyezett puding, vagy mérgezett puding, mi volt ez pontosan? Valami a határértéken felüli dolgot találtak egy pudingban. Így van, néhány nappal ezelőtt hidrogénperoxiddal szennyezett csokoládé vanília pudingot vonta ki a forgalomból. Ugye egyrészt ez
azért jó hír, mert tudjuk és látjuk, hogy folyamatos ellenőrzések vannak Magyarországon is, akár a hidrogénperoxid tartalom tekintetében. Itt egy határérték feletti mennyiségről van szó, hozzáteszem, hogy nincs mérgezésről hír, tehát nem betegedett meg senki, nem halt meg senki, de azért ez a hidrogénperoxid így hangzásra sem a legjobb, legbarátságosabb vegyület. Ezt fertőtlenítésre, tisztításra, fehérítésre használják az iparban. Ugye például a csomagoló anyagok, mondjuk amikor töltenek egy, nem tudom, egy almalevet, mondjuk tetrapak, vagy tehát valamilyen dobozban, akkor hidrogénperoxiddal fertőtlenítik a csomagoló anyag belsejét, majd egy nagy hővel ugye a peroxidot eltávolítják, és a csomagoló anyag teljesen fertőtlenítésre kerül, majd ebbe töltik zárt rendszerben mondjuk a gyümölcsleven, így készülnek az aszeptikus technológiában gyártott levek. Tehát a hidrogénperoxid az mondhatnám, hogy mindennapi része az ipari gyártásnak, csak az a lényeg, hogy nem maradhat a termékben, hőhatására ugye elbomlik. Hát itt nem tudom, mi történhetett, hogy esetleg a takarítónéni föl mosta a kövezetet, és esetleg kiborult a pudingpor, és föllapátolták, nem tudjuk. A lényeg az, hogy bekerült a hidrogénperoxid a termékben, és azért ilyen mennyiség fölött vigyázni kell vele, mert elég agresszív anyagról van szó. Ezt egyébként egyszer csak lekapták, és szúrópróbaszerűen ellenőrizték, vagy akkor kapnak egy fülest? Hát van több száz pudingpor. Hogy találják meg, vagy vannak mérések? Gondolom, bekérnek mondjuk 10-15 terméket, és abból az egyiknél megállapították, hogy ez a baj, vagy ez hogy működik? Szúrópróbaszerű ellenőrzések vannak, én úgy tudom. Tehát meghatározott szabály, randomizált szabály szerint véletlenszerűen szúrópróbaszerűen vesznek le mintákat. A lényeg, hogy mindenféle termékből legyen minta, és hát egy bizonyos termék időnként sorra kerül. Most éppen a pudingpor volt soron, és tudja a szakember, hogy mit kell benne nézni, mik azok a paraméterek. És itt most éppen ez. Az a helyzet, hogy ugye több tízezer féle termék van Magyarországon is forgalomban, tehát lehetetlen mindegyiket kiszúrni. Hát abban bízunk, hogy ezek a szúrópróbaszerű mintavételek, ezek azért igyekeznek kiszűrni a legtöbb problémát. Hát itt ez történt lényegében, egy szúrópróbaszerű ellenőrzés. Ugye ez egy külföldi termék, amiről itt beszélünk, és egy kicsit ilyen marketing munka része volt, kis játékkal egybekötve, stb. Hát ezt szúrták most ki, és itt ez a visszavonás megtörtént. A pudingokról egyébként az a véleményem, hogy én most hoztam nyilván márkanév nélkül, ugye kétféle pudingot ismerünk, az egyik a főzéssel készíthető. Ez a legegyszerűbb a világon. De most a porokról beszélsz. Pudingpor. Tudunk majd beszélni a késztermékekről is? Abból is készültél, vagy akkor azt tegyük át? Nem, vannak ezek a csokoládés, vaníliás pudingok, bemegy a hiperbe a szülő, leveszi, a gyerek kezébe nyomja, szantángumi, guárgumi, olyan rémisztő dolgokat olvas az ember az összetevőkben, hogy megijed, hogy a gyerek valójában megeszi. Hogy majd beszéljünk ezekről is pár mondatot, mert szerintem kevesebben főznek már otthon, nem, mint akik veszik a késterméket. Igen, ez előfordulhat. Most már ugye kaphatóak a poharas pudingok, és hát pár forintért szinte lehet vásárolni. Ennek ellenére én azért azt látom, hogy még viszonylag sokan készítenek otthon pudingot, hiszen igazándiból csak ugye hideg vízzel kell összekeverni, majd ugye a vizet szépen fölmelegíteni. A főzéssel készíthető pudingok nagyon egyszerűen készülnek. Kukoricakeményítő, mondjuk ez éppen egy csokoládé puding, kakaópor 15%-ban, étkezés és olyan vanília aroma. Tehát ilyen egyszerű egy főzéssel készíthető pudingpor. Majdnem azt mondom, hogy házilag is hozzá lehet ma már jutni bárhol keményítőhöz, sokkal olcsóbban, kakaóporhoz pláne, és vanília aromához is, vagy akár normál vaníliához. Tehát én azt gondolom, nincs igazán szükség ezekre, mert házilag nagyon egyszerűen készíthető, és vannak ezek a hát ez izgalmasabb kérdés, a hideg pudingok. Ami azt jelenti, hogy nem kell hozzá ugye forró víz, hidegen készíthető, hát itt megjelenik a módosított keményítő, a stabilizátor, a különböző hidrogénfoszfátok, a kárminsav, a cukor aromák. Tehát amikor hidegen készül valami, és nem főzéssel, akkor tudjuk, hogy már a problémák föllépnek. Ezek között egyébként nem látok igazán problémás anyagot, tehát ezekről nem tudunk, hogy mondjuk rákeltő volna egy tetranátrium difoszfát, ezek viszonylag egyszerű stabilizátorok. Mégis azt mondom, hogy nem olyan szerencsések. Most az üzletben kapható készpudingok ugye már elő vannak keverve, készen vannak. Az a gond, hogy ezek gyorsan romló anyagok. Itt tudjuk, hogy a sav, tehát nem magas a savtartalma, tehát könnyen romlik, erjed, penészedik, ezért hát bizony raknak bele állományjavítókat. Az a lényeg, hogy meg kell kötni a vizet. Emlékeztek, Balázs, hogy beszéltünk a hústermékeknél arról, hogy
hogy a zselatin ugye vagy a növényi pektinekkel hogy kötik a vizet. Az a cél, hogy megkössék a vizet a termékben, hogy ne romoljon hamar. A pudingnak a lényege, hogy extra mennyiségű vizet vesz föl, olyan stabilizátort, olyan duzzadóképes anyagot kap, például algák, moszatok, pektinek, hát időnként a zselatin is, ami miatt teljesen megköti a vizet. De károsnak ezek nem károsak, nem? Igazából nem károsak. Nekem az ezzel a problémám, hogy egy gyerek megeszik egy pohár pudingot, és azt hiszi, hogy jól lakott. Gyakorlatilag semmit nem evett. Tehát evett néhány molekula keményítőt, cukrot és adalékokat. Nekem a pudinggal igazából az a gondom, hogy mint önálló étel alkalmatlan az emberi szervezet számára. Hát desszert nyilván, desszertről van szó, viszont mivel nagy a térfogata, mert sok vizet kötött meg, ezért elveszi a helyet, így mondom, a gyomorban az értékes táplálékok elől. A pudingnak igazából ez az idézőjeles bűne, hogy nagyon megduzzasztották, és az ember becsapja. Az ember azt hiszi, hogy evett egy, hát ti is ettetek már ugye pudingot, megeszel egy nagy pohár pudingot, és hát azért úgy érzed, hogy tele vagy, nem? Hát igen, de ugye alapvetően tényleg, ahogy te is elmondtad, az élvezeti értéke miatt fogyasztják ezeket, főleg családosoknál lesz szinte heti, sőt talán napi program, hogy a gyereknek főznek egy pohár vagy két pohár pudingot, és akkor ebéd után elfogyasztja, és azért ezekben a pudingokban is van olyan variáció, amit ugye otthon készítesz el, és szerintem egyébként ez Gábor is, meg a Feri is megerősíti, meg te is, hogy Bali, hogy a kukoricakeményítővel ki lehet váltani azokat a szintetikus, vagy pedig zselatin jellegű ilyen zselésítő kocsonyás anyagokat, amik miatt a gyári nem annyira frankó. Így van. Most hadd mondjak egy példát, hogyha kérdeznétek tőlem, hogy én szoktam-e pudingot enni, vagy használni, vagy hogy lehet ezeket egészségesebb módon felhasználni, akkor mondanék egy példát, főzünk egy jó zapkását. Vagy köles... Már is jó kezdődik, ugye? Már jó. Vagy egy köleskását, és a turmix gépbe a kedves háziasszony a köleskását, vagy a főtt zabot, a főtt jó megfőzött puha kölest úgy rakja be, hogy mellé önte egy pohár pudingot, vagy készít otthon vanília pudingot, és azt teszi hozzá ehhez a kásához, ezáltal egy pudingos zapkását hoz létre. Tehát én azt mondom, hogy most nem az a megoldás, hogy akkor mindenki dobja ki a hűtőből az összes pudingot, vagy a pudingport, hanem úgy alkalmazzuk ezeket, hogy ne önmagában. Mert a keményítő, uh-huh. az székrekedést okoz, abban nincsen rost, hanem tápanyag forrásokkal együtt, ugye itt ezért mondtam a gabona kásákat, vagy egy teljes örlésű tönkölydarával készített tejbeg ríz, nyilván is tejben készítjük, és akkor ehhez adjuk hozzá a pudingport. Én megvallom őszintén, hogy egy nálam előfordul, hogy egy fél pudingport, ilyen főzéssel készíthető pudingport, amiben ugye nincsen adalékanyag, hozzákeverek egy otthoni vegetáriánus ételhez. De ezt mondjuk tudjuk, hogy azért ezt nagyon durván csinálod. Tehát, hogy azért tudom, hogy azért... De ez belekeversz olyan dolgokat, amit azért így más nem keverne bele. Jó, de igen, hát viszont az ízlésen élsz. Hát persze, hát lábvádi napod van, hát csoda. Igen, jó, akkor összekezve a dolgot, nem vagy annyira megrémülve ezektől a készpudingoktól, tehát nem baj, ha a gyerek mondjuk nem minden nap eszi, de nincsen benne kifejezetten olyan dolog, amitől te mondjuk megijednél, vagy káros lehet, vagy mondjuk komolyabb gondot okozna. Általában azt mondjuk, hogy egy vanília pudingban nem számítunk igazából valami kifejezetten veszélyes anyagra, egy csoki pudingban sem számítunk. Tehát ezek nem csak annyit tanácsolsz, hogy tegyék a szülők ezt egy picit tartalmasabbá, például egy kis zab vagy búzakorpával, amit egyébként nem is nagyon kell belefőzni, csak belekeverni a csókot. Így ez van. A kuárgumi, xantángumi, amit látunk benne, és elég rosszul hangzik, azok nincs ezeknek. Nincs ezeknek káros hatása, kivéve ha erdőtűz van. Ugye erdőtűzben dioxin szabadul fel a növényekben. Messzire mentünk. És hát ugye a guarmag botrányt ez okozta, hogy ugye erdőtűz után gyűjtötték be ezeket a növényeket, és dioxinnal volt szennyezve, tehát erre nagyon kell figyelni, de erre a szakma figyel. A múltkor, amikor ezek mondtad sűrűsítő anyagok. Így van. Az erdőtűzes bulit, akkor vittem nekik petrezselymet. Ó. Képzeld el. Jaj, nektek. Meg miért? Hát te mondtad, az erdőtűz után egyenek petrezselymet. Ja, értem, de az a petrezselyem az nem megkötik. Az erdőtűzből származott, gondolom. Nem, az nem, 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 nem. Jó. Ne, kimentem a zöldemzó zsarátnokok közé, és ott szedtem. Ja, értem, köszönöm. Na, Gábor, ugye immunerősítő, természetes immunerősítő. Egy-két olyan dolgot kérnénk tőled, ami nem annyira szokványos, vagy talán kevesebben ismerik, vagy kevesebben gondolnak rá. Nyilván elsősorban most ugye nem a narancs és a citromról beszélek, mindenki iszta, meg adja a gyereknek, tele van C-vitaminnal, tök jó. Bár egyébként most olvastam pont róla egy olyan cikket, amiről te már hosszú-hosszú hónapokkal ezelőtt beszéltél, és most az egyik internetes portál megírta, hogy tényleg micsoda mérgek vannak a narancson meg a citromon.
és hogy mennyire nem szabadna hozzányúlni, hogy megy át a vágódeszkára. Olvastad véletlenül, dermesztő volt. Igen, igen. Az ófenil-fenol, amiről ugye te is beszéltél, hihetetlen, hogy ezeket mivel kezelik. Tehát az, hogy te például a citromnak a héját belerakd a teádba, vagy a limonádétba, ezt effektíve mindenkinek kötelezően el kéne felejteni. Ugyanazt írták le egyébként, amiről te is beszéltél. Na, miket hoztál? Ugye az apropót az adja ehhez a témához, hogy néhány órával, vagy néhány nappal ezelőtt a Német Rákkutató Intézet közzétette azt a, hát nem túl új dolgot, tehát nem találták fel a spanyol viaszt, ezzel, hogy almából, céklából, sárgarépából és citromból egy olyan turmixot lehet készíteni, ami egy fantasztikus, jó védőhatással rendelkezik a szervezet számára. És ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogy hát ugye alma, cékla, sárgarépa, ezek mind szép és jó dolog, rendszeresen fogyasztjuk, de mi jöhet még számításba? Egyébként szeretném nektek mondani, hogy a nem tudom, mit adok-e már, nyers spenót turmixot. Amikor a spenótot sárgarépával vagy sárgarépa levével, hát van, aki tesz hozzá almalevet, gyümölcslevet, hát ez kérdéses, mennyire jó együtt. Ugye a nyers spenót, amikor nem főzeléknek készítjük el, a szakma szerint az egyik legmagasabb szintű antioxidáns így nyersen, mert a benne lévő klorofil nem fő meg, tehát nem alakul át, és ennek kapcsán egy fantasztikus anyag lesz belőle. Mivel oxalátos a spenót, azért nem mondom, hogy minden nap, de időnként egy spenót turmix, talán ez egy picit átlagtól már eltérő javaslat, a hihetetlen mennyiségű folsavat, tehát csonterősítő anyagot, klorofilt, vasat, kálciumot tartalmaz, szoktam javasolni. Ha szabad még néhány dolgot felsorolni, tudjátok, van ez az echinácea nevű növény, ez a kasvirág. A kasvirágnak a tejája az egyik legjobb immunerősítő, mivel megemeli a falósejtek számát a vérben, tehát kifejezetten mérhető az eredménye, és ugye lehet kapni különböző kasvirág készítményeket. Ugye a szakma ezt nagyon dicséri. Amiképpen például a gyümölcsök magját is, a grapefruit mag kivonat, szőlőmag. A szőlőmagnak lehet kapni olaját ma már, például a kékszőlőből készült kékszőlő magolaj. Egy kis teljes őrlésű kenyérre csöpögtetve, és mellette egyéb dolgokat fogyasztva, az egyik legjobb antioxidáns lehet. Én a grapefruit magról is hallottam már, hogy van olaj belőle, azt is préselik? Ez maga a kivonat, így van, csak ez kis üvegcsében kapható, inkább eszencia. Aha, és ezt de ugyanaz a hatás. Igen, szerintem a kékszőlő mag olajának a hatása bizonyos szempontból jobb. Mert ebben van az a resveratrol nevű anyag, ami zseniális, ami ugye itt ebben a kis szőlőlében is benne van, amit hoztam neked. Cikkeznek az édesgyökérről. Az édesgyökér, mint gyomor, bél, hurut ellenes anyag hasznos lehet, csak ugye az édesgyökérnek van egy vérnyomás változtató hatása. Aztán ott van a pecsétviaszgomba, ezt más néven ganodermának is hívják. Ugye a távol-keleten a pecsétviasszal nagyon sok mindent megelőznek. Pecsétviaszgombával, vagy szívesen hoznék nektek majd pecsétviaszgomba turmixot esetleg, rendkívüli hatása van. De alig várják. A sarkon azért ez ritkább, nem? Igen. Pecsétviaszgomba, úgy néznének rám, hogy menjek az anyámba, ha bemennék az zöldséges. Ha hiszitek, ha nem, 1000-1500 forint körül lehet venni, ha jól tudom, úgy nevezik, hogy termőtelepet, és otthon tudsz termeszteni pecsétviaszgombát néhány hét hónap alatt, saját pecsétviaszgombát lesz. Amíg én otthon termesztem a pecsétviaszgombát, Gábor, tehát igen. Most egészséges akarsz lenni, vagy félted a nappalit? Csak időnként rá kell pillantani. Imádom a Gábor, de azért őszinte vagyok vele, tehát azért azt ne várd meg, amíg én otthon pecsétviaszgombát termesztek, és majd elhozom akkor az első turmixot belőle. Oké. Egyébként nem kér kenyeret, szóval az ott el van is nő, nagyon szépen. Viszont mondanék nektek egy antioxidáns turmix receptúrát. Na, várjál, írom is. Végy egy jó nagy húsos pritamin paprikát, mellé egy kápia paprikát, jó magyar... Jó, ne törődj vele, csak úgy kívánom, mintha írna. Ezekből mi semmit nem tudunk megvenni, mert itt azért ez nagyon nincs. Egy tejáskanálnyi... Igen, nyilván ez inkább itthon. Egy tejáskanálnyi jó magyar kalocsai fűszerpaprikát, tegyél hozzá egy csapott evőkanálnyi lennmagolajat, hidegen sajtolt lennmagolajat, mi kell még ehhez, egy pici kis póréhagymát turmixolsz hozzá, és azt hiszem, hogy egy kis sárgarépali azért még jól jönne, és egy kis paradicsom sűrítmény. Na most ebből, hogyha ezt még meg is fűszerezed, ebből lesz egy olyan antioxidáns sék,
amiből, hogyha rendszeresen fogyasztunk, akkor a koszorús ereinket nagyon szépen kitisztítja. De szinte mi az, amit a gyerek is megeszik? Mert ugye nehezebb itt a gyerek immunerősítése, most azt neki C-vitamint, vagy tényleg kiskanál lemmagolaj, stb. Nagyon sok minden van benne. De ami szerethető ezek közül, szerintem a gyerekekkel azért sokan küzdenek, nem? Hogy kevesebb gyerek eszi meg a zöldséget, vagy issza meg, hát inkább az édes dolgokat szeretik sokan. Persze vannak kivételek. Van. Hát nézd, savanyú káposzta. Ez egy közhely, amit mondok, de a savanyú káposzta, illetve reszelünk hozzá mindig sokszor sárgarépát, mivel a kettő együtt rendkívül jól emésztődik. Ezen kívül lucerna csirához mit szólna mondjuk a te gyermeked, Balázs, Beni? Lucerna csíra. Hát őszintén. Furán nézne rám. Igen. Furán nézne rám. És brokkoli csíra. Nem. Oh. Hát, de meg kéne kóstolni. Olyan jó volt, amíg nem voltál, nem nyúztál ilyen hülyeségekkel. Meg kéne próbálni egyébként pirítóssal, nagyon finom reggelikkel együtt. Egyébként van egy olyan ital, ez a gránátalmali, 100%-os gránátalmali. Van ott felétek ilyesmi? Van. Gránátalmát? Hegyekben áll, van gránátalma. Balázs, hihetetlen. A módgrés hátba dobta kettővel. A nyaki ereket, az agyi ereket tisztítja. Én azt javaslom nektek, hogy a gránátalmát fogyasszátok. Hát nyilván magvak vannak benne, tehát inkább a levét nyerjük ki. És a gránátalma lé az egyik legjobb antioxidáns. Ha netán lenne a közelben egy kis aloé ott a környéketeken, akkor azzal vegyítve fantasztikus volna. Tök szerintem, hogy a gyerek is szereti a gránátalma lévet. Igen, azt megissza. Mert az mondjuk kevésbé életszerű, hogy ráordibálsz a gyerek reggel üvözés közben, hogy eszed meg a pecsét, mi az gombádat! Igen, különben, ha nem eszed meg, búzacsira lesz vacsorára. Nem azért vetette meg velem az a Mr. Puliszka! Egyébként lehet egy almalevet hozzátenni, megylevet hozzátenni, tehát a gránátalma itt a titok, az egyik nagy titok, mert a búzafüllevet is mondanám, de... Az keserű. Az olyan nagyon-nagyon népszerű, meg nagyon divatosnak számító úgynevezett ilyen szuper élelmiszerekről, mint például, vagy annak kikiáltottról, mint például ez a goji vagy goji. Igen, most divat lett ezekről beszélni. Megvallom, Magyarországon egy fekete ribiszke, fekete áfonya, kék szőlő. Én merem mondani, hogy ugyanilyen hatásúak. De hát vannak ezzel vitatkozik. A goji bogyó, az acai és egyéb ilyen, hát ilyen trópusi vidékekről származó antioxidáns tartalmú növények, bogyósok, hasznosak, jók, ezeket is aszfalt formában lehet kapni, de ha megnézitek az árát, ezek elég magasak. Tehát mindennapi szinten nem fogom tudni ezeket megvenni. Még mondjuk az aszfalt kék áfonya, vagy az aszfalt fekete áfonya, vörös áfonyát már szerintem megfelelő árban lehet kapni, elképesztő magas antioxidáns tartalommal. De a jó fekete mazsola, ha hiszitek, ha nem, egyszerű példa, az igazán jó fekete mazsola, kis szemű, olyan magas vas, cink és résztartalmú, hogy rendszeresen kéne ennünk egy pár szem dióval, magyaróval, mandulával. És szerintem a gyerekek is, hogyha kirakod elé, meg fogják enni. Ilyen pofon egyszerű dolgokkal olyan sok cinket lehet például bevinni a gyerek szervezetébe, hogy nem is hinnénk. Mert általában cinkhiány van az étrendben. Hát cinkhiány, D-vitamin hiány, igen. Nagyon sok minden. Egyébként, igen. David, amit mivel? Azon kívül, hogy az ember adja neki csepp formájában télen, ugye ezt is minden gyereknek kéne szedni. Pont most olvastam, hogy mennyire D-vitamin hiányos a magyar nép, és hogy mennyire nem foglalkozunk vele, és nem szedjük, pedig egyébként az egyik legfontosabb. Igen, ugye, hát D-vitamin kiegészítő formájában, illetve a halolajak tartalmazzák, ma már lehet kapni csukomályolajat újra, csukomályolaj kapszulát, amit nem is kell, nem is érzed az ízét, mint régen, hanem le lehet nyelni, és az egyik legmagasabb ilyen omega-3, és hát egyáltalán D-vitamin tartalmú halolajról van szó. Oké, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szerintem segítettünk, hogy jön a tél, és jön az influenza. Mit reggeliztél ma reggel? Hát kérlek szépen, én megmondom őszintén, hogy én hoztam ilyen vegán töpörtyűkrémet Ferinek. Sajnos nem bontottuk ki, mert itt most annyi minden telített zsírsav van az asztalon, és ugye telítetlenek már nem férnek el. Milyen finoman fogalmazszál, hogy annyi telítetlen zsírsav, igen. Viszont, hogyha megjöttök esetleg ugye onnan külföldről, akkor szívesen hoznék, és megkóstolnánk egy vegán töpörtyűkrémet. Én most ezt fogyasztottam paradicsom sűrítménnyel. Fogyasztottam, és paprikával, vöröshagymával, illetve pórihagymával. Mióta elmentünk, egészen emberi dolgokat eszel. Hihetetlen. És képzeljétek. Egészen fura, hogy ezt már úgy tudjuk értelmezni, ezt a reggelit, hogy ez már egészen közel áll hozzánk, volt benne például paradicsom, nem? Hát ez... És képzeljétek el azt is, hogy megtört a jég, és az én házi fűszeres fügelekváromat megkóstolta a Gábor. Nem hittem a szemem.
szememnek. Mondtam neki, fantasztikus. És képzeld el, egy kanállal egy kis sajtra rátette, és letérdelt imára az asztal mellé, és ott azt megette. Úgyhogy ma nagyon nagy megtiszteltetés a mai reggel nekem. Ez a fügelekvár, ez fantasztikus volt, úgyhogy minden elismerés. Fügelekvár, Gábor, fügelekvár, hát ne csináld! Hát azért, és nem kevertél bele semmit. Hát egy kis rostos gabonával fogyasztottam el is. Igen, igen. De jó. Jó van, Gábor? Na, jól van. Hát, Balázs, megköszönted a jövő hétre is, akkor valami nagyon exkluzív témával léci, áruld el, hogy szuperszetben, piramisban tolod-e, bukásig edzele. Majd készül. Majd megállsz a csúcs előtt. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm. Egy hét múlva. Köszönöm szépen, szervusztok minden. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.